aktív Dóri. Van egy jogírem az osztály számára. Ma nem felelünk, de azért így nagyjából végignézzük az anyagot, jó? Tehát én is pici kérdések lesznek jobbra-balra. Kérem, hogy azért maradjunk aktívak, amennyire lehet. Magyarország természetföldrajza rendben, tehát remélem, hogy a hétvége azért az úgy telt, hogy azért rá is néztünk egy kicsit az anyagra. Magyarország fővárosa. Isten. Piros pont. Hegységei. Kérem, hogy felsőváros. Igen, kicsit nagyobb léptékben gondolkodjunk. 20. Még nagyobb léptékben. Hátra. Igen. Ott a piros pont. Bocsánat, tanár, nem mondta, hogy most Magyarország hegységeit vagy Budapest hegységeit? Magyarország hegységeit. Tovább. Dunántúlon mi található, igen? Börzsöny. Börzsöny, nagyon jó. Cserkán. Így van. Dóri, te tudsz valamit esetleg? Dóri. Dunántúli gomságon ne csekkel. Igen, igen, nagyon jó. Ott fönt északon. Zébeküs. Nem tudjuk az ébekség. Tudom. Ugye a piroskon csak így röpködnek. Dóri, neked még mindig semmi? Cserhát. Cserhát, köszönöm. Alkohol. De ahol a összegrettség az a legalasabb. Így van. Így jó, kül hány méter? 882. De közel jár. Semmi van. Dóri? Dóri, mi az, ami a Dunántúlnak a déli részén található? A Dunántúl déli részén, Somogyi-dombságtól délre. A Balatontól kicsit délre. Nyugat-Magyarország. Jó, menjünk tovább. Fiatalember, Mátra, az Zemplén-hegység között, mit található? Bükk, legközelebb készüljön. Nem, nagyon büszke vagyok az osztályra. Egy helyek közül azért képben vagyunk Magyarországra, ez fontos. Budapest kerületei. Hány kerülete van? 23. Földrajzverseny? Nem értetek? Mikor lesz? 2 hét múlva. Dóri, első kerület neve. És a vár, igen. Hölgyem, harmadik kerület? Mindenkiálló. Bizony. Egy összerben járnak. Rendben. Beugratós utolsó kerület. 23. Nem járnak? Sok. Dóri, 19. És ugyan már. 18. Tudod valamelyik? Jó, maradjunk kérlek bolyogulni. Az osztálynak köszönöm szépen. Jövő héten találkozunk. Dóri, mindenem? Készültél már? De nem tudtál, hogy nem akartál készülni. Nem akartam. De miért nem? Nem, kellene. Figyelj, miért nem ott kellett? Otthon nem mindegy. Nem, nem tudok mindegy. Otthon van valami probléma? Nem is. Hogy a osztálytársaikra? Nem. Csúfolnak? Nem, idegesítenek csak sem. De miért idegesítenek Dóri? Figyelj, nekem nyugodtan elmondhatod. Látom, hogy valami probléma van. Biztos? Biztos? Persze, nem csak. Jövőjében találkozunk. Viszlát! szeretnék önként egy időpontot. Van egy diák, akivel én nem igazán találok rajta a fogást. Oké. Nem tudok megmondani. Oké, jó. Ma este. Oké, rendben, van még 2 órám, és akkor utána megyek, jó? Oké, rendben. Köszönöm. Köszönöm. Szia. Szia. És hozzám el is fog jönni. Valósan. Csak addig bemutatom a társulatot, tehát hogy hol is vagyunk. Én Bácskai Júli vagyok, pszichológus és a Pszichoszínház alapítója. A Pszichoszínház az mindig valami pszichológiai témától hoz fel. Most nagy izgalommal és nagy, hát nem mondom, hogy örömmel, hanem inkább nagy befektetéssel próbáltam megírni a mai napra azt a történet sorozatot, ami kapcsolódott a programhoz, amiről ma volt szó. Az előadásokat nem hallottuk, de a mi saját előadásunknak az a címe, hogy a század befogott. Ez egyrészt ugye nagyon magyartalan, és nagyon fenyegető tud lenni. Század befogott. Másrészt egy kicsit próbáltunk arra is utalni, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélünk. Nem azért fogodna a szádat meg, ha nem fogodna én adok egyet, hanem vannak dolgok, amikről felnőttek és gyerekek egymással tulajdonképpen nem beszélnek. Sőt, a felnőttek egymás közt sem beszélnek. Úgyhogy ezt próbáljuk ma körbejárni különböző húsvér történetekkel, amiket megírtam. De azt tudnotok kell, hogy minden egyes előadásunk improvizáció, tehát én elképzelem a karaktereket, a szituációkat, egy rövid ilyen forgatókönyvben megírom, és aztán most az előadás előtt 1 órával elmesélem a színészeknek, viszont itt fog születni az előadás. Abszolút improvizáció lesz, én hozom a kellékeket és egyébeket, de a színészek teljesen itt fogják megalkotni a dolgot, és bizonyos pontokon jövök beszélgetni arról, ahol éppen tartunk a történetben. Na hát akkor most azért bemutatom a társulatot. Több szerepben fogjuk látni Kakasy Dórát. Szintén több szerepben fogjuk látni Fritz Attilát. A dramaturgiai pontokon közben fog kerülni Dóra János. És minden előadásban van is olyan jelenet, amikor valaki eljön a pszichológushoz. Többek között azért is csinálom ezt, hogy értessük meg, hogy pszichológushoz járni az nem valami ördögtől való dolog, és nem azt jelenti, hogy az valaki már bekaptam, vagy nem tudom milyen baja van. Egyre inkább tudják nálunk is, hogy mire való a pszichológus, de most mindjárt meg is meg is készítettem. Igen, láttalak. De tudom, amikor az volt, hogy mennyire el az iskolából, meg a tanári pályából lett volna valami jó kis ilyen zsíros állás, aztán nincs már. Ugye pár éve ez volt? Igen, meg azt gondolom, hogy az, hogy valaki tanár, akkor az nem csak annyi, hogy bevegyek aztán szállom az anyagot, hanem muszáj az emberekkel, a személyiségekkel foglalkozni, és most pont emiatt jöttem el hozzá, mert van egy lány, aki csak azt látom, hogy így bevonni búzom, és próbálkoztam, még egyelőre kevés sikerem így nyitogatni, de nem igazán tudom megmondani, hogy mi lett a probléma, hogy a közösségben való működése, vagy otthon van probléma, csak azt látom, hogy van benne egy bölcsességi zárkózottság. Most ők 7.-8-osok, ugye? Igen. És mitől félsz? Attól, hogy átlépem azt a határt, amit nyilván van egy ilyen kimondatlan határa, amit a tanár emlékbe rá, mint az már a magánszféra, vagy ami esetleg a szülőnek a dolga, vagy a testvéré, vagy a barátoké. Hogyha azt érzi, hogy neked olyan fontos, hogy megtud, hogy mi van vele, hogyha valószínűleg nincsenek barátaim, hogyha lennének, akkor ezeket elmondanám, és ezeket így kicsit megkönnyíteni. Nekem az a tapasztalatom, hogy akár barátoknak, vagy egy pszichológusnak elmondja valaki, az tényleg olyan, mint hogyha letenne egy ilyen nagy hátizsákot, és annyival is könnyebb, de a problémától nem oldódik meg, vagy nem szűnik meg, hogy elmondja, de egy kicsit a teherviselésben részt tudsz venni. De talán az ember jobban rám tud nézni, hogyha így elmondja, és akkor nem az, hogy magában örülődik, hanem elmondja, hogy mi van vele, és utána meglátja a problémát. Máskor is beszélgettünk a tanítványaitól, de nem érzékeltem, hogy ennyire empatikusan beleélnéd magad, vagy annyira ráhangolódnál erre a gyerekre? Valószínűleg nem tudom, hogy nekem is volt az egyszerű gyerekkorom, talán ennek a kompenzálása. Erről viszont sose értünk rá, hogy beszélni. Nem volt egy helyzetű alkalom. De most egy kicsit ezek eszedbe jutottak a gyerekkorban? Tudom, hogy ha nem teljesen úgy tudjuk. Rokonság lenni? Hát nem hasonló problémát jár, nem tudom konkrétan mi a gond, de... Érzem. Igen. Hát most megnézzük, hogy milyen volt az ügyet. Attila bácsi, Attila bácsi, még nagyon kicsi, még csak 5 éves. Anya, valami nagyon-nagyon szép. Az egyetemben megcsinálom a magam diplomámat, elmentem már a tanítani, büszke. Anya, te vagy a leggyorsabb a világon. Akkor jó lenne, hogyha te is egy kicsit hozzáfogni. Egy nagy meglepet is csinálom, hogy anya, hozzá is fogok. Kész a kaja. Megyek, csak megcsinálom ezt a kajatot még egy kicsit. Olyan mocsok van ebben a lakásban, ez egyszerűen nem igaz. Bizony, derekam is megfájul. Anya, nézd! Nem igaz! Nézd, most meg egy kicsit. Nézd, ezt te vagy? Ez meg én.